vágyak miatt elkövetett bűnök és a következményekkel küzdő főszereplők, mint egy 20 évvel ezelőtti krimi vagy egy friss mozifilm leírását olvasnám. Arany János balladát írt a témából, a mai producerek meg filmeket és tévésorozatokat álmodnak meg ugyanebből. Az én korosztályom már az utóbbi műalkotásokkal vívja éjféli párbaját a mozivászon előtt, vagy laptopján a világ minden részén. Egyértelműen használja ugye a misztikumot, vért, a gyilkosságot és a hasonló filmes eszközöket. Önnek melyik filmek ugranak be, amikor Arany János, akár ez a vers, akár az egész költészetét olvassa? Abszolút nem szentségtörés Arany Jánossal kapcsolatban ilyen filmes példákat hozni. Muszáj olvasni ezeket a verseket, hogy az ember rájön, hogy ez mennyire filmszerű. Tehát ténylegesen van egy olyan ritmusa, mint hogyha egy vágó ritmus néznék, és olyan gyönyörűen a nagy totálokból, aztán két közeli, és megint kivált a nagy totálra, ahogy a tereket váltja, hogy egyszer csak benne vagyunk egy valóságos térben, és majd utána jön egy lelki tér. Hát ennek a mester példája talán a Toldi, ezt el is hoztam magamban, mert egyrészt gyönyörű a Kass Jánosnak a grafikája, másrészt pedig ez a Toldi, hogyha az ember mai szemmel olvassa, mondjuk Tarantino filmek felől nézi, akkor egyrészt van egy műfaji hasonlóság is, ugyanúgy az éjféli párbajban is végülis egy bosszú történetről van szó, mint a Kill Bill esetében. Nos, én jöttem, láttam és bombasztikus bosszút álltam. Már eddig is rengeteg embert eltettem lábamon, de egy még hátra van. Oké. Toldi egy kicsit ugye olyan szemérmesebb, olyan nehezebben vág neki ennek a bosszúnak, de hát végülis azért csak végrehajtja. A másik pedig az, ezek a, ami viszont egészen ilyen szemmel újraolvasni egy-két órás olvasmány, mondjuk a Toldi, tehát érdemes neki rugaszkodni. Ezek a teljesen váratlan nézőpontváltások, ezek nagyon modernek. Mondjuk, hogy aki a Breaking Bad-en nőtt föl, vagy igen a Tarantinon, az konkrétan olyan képeket, olyan technikákat láthat viszont a költészet nyelvén, és nagyon míves magyar nyelven, ami hihetetlen korszerűvé teszi. Mondok egy példát, az a kép, ami előttünk van, mikor a Toldi a két farkast megöli a sustnyásban, és ugye hazalátogat, és aranyan, gyönyörűen, plasztikusan leírja, ugye, hogy a vállára veti a két farkast, az orruk hegye leír a földre, és tehát ez a kép, ezt tényleg magam előtt látom szinte a Kill Bill-ben, nem hogy egyszerűen is, és megy haza letenni a névjegyét a hős, epikus pillanat, ugye, hogy tele van ilyen hátborzongató gyönyörű képekkel. Tehát igazán korszerű egy mai fiatal számára is ezt elolvasni. Arany nagyon forgatókönyvesen írja le az éjféli párbajt. A jeleneteket egymás után leírja, nincsen magyarázat, csak tényleg szinte egymás után vannak szerkesztve. Ezzel mi lehetett a célja? Erre szintén nagyon korszerű példák vannak. A Breaking Bad-et említettem, ahol ezt nagyon taktikusan csinálják, ezt a kivárás dramaturgiát. De igazából talán szerencsésebb a Régi Város című film volt, ahol úgynevezett ilyen... Casey Affleckkel, igen. Be nem jelentett flashback. Ugye a flashback az a filmben egy olyan technika volt mindig is, hogy a néző, vagy a főszereplőnk ilyen nagyon ilyen elmerengőn néz, hirtelen ilyen vizenyőssé válik a kép, és akkor tudjuk, hogy ő most a múltba tér vissza. Na de most már a nézőnek nincs ilyen igénye, mert már annyi ilyet láttuk, hogy tudjuk, hogy ez a jelenet a múltban játszódik, ez a be nem jelentett flashback. Az éjféli párbajban számtalan ilyen be nem jelentett nézőpontváltás van. Hát egyszerűen nem hívja fel a költő a figyelmet arra, hogy hopp, most a valóságban vagy, hopp, most a kísértett történetben vagy, most ez valakinek a leg, hanem egyszerűen csak megtörténik a szemünk láttára, ahogy olvassuk. Hihetetlen modern az, hogy nem narrálja a saját költői technikáját, hanem szépen csinálja, mintha az magától értetődő lenne. Én pedig lesújtok majd tereát hatalmas bosszúval és rettentő haraggal. Egyáltalán nem szentségtörés a Tarantinót fölhozni, mert ő az, akinek a látásmódja nagyon hasonlít. Például Toldiban ugye a pillanat, amikor eldobja a követ, röpül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Ismerjük mindannyian ezt. Ez egy teljesen, hogyha az ember ilyen szemmel olvassa végig ezt a jelenetet, magát a gyilkosságnak a pillanatát a Toldiban, ez nagyon filmes. Zajlik egy vita, egy párbeszéd, egy társaságban, addig minden úgy nagyon pörög, tele vagyunk konfliktussal, tele vagyunk haraggal, tele vagyunk azzal, hogy nem szabad semmit, meg sem mozdulni,
és aztán egyszer csak eldobja ezt a malomkövet, és onnantól lelassul, tehát éppen úgy, mint egy filmben, az akcióra, a mindent eldöntő akcióra, ami megpecsételi a hősünk sorsát, lelassul, és egy önálló verszak tulajdonképpen a kőnek a röptét mutatja be, és az, hogy ez a kőnek a röpte, ez tulajdonképpen a hősünk sorsa, az, amit ő most itt elvetett, eldobta a kockát, majd visszagyorsul a történet, éppen úgy, ahogy egy filmben, és az események most már a kő el van vetve, vagy a kocka el van vetve, most már zajlanak a maguk sorszerűségében.